Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Gyakorlatilag a kormányzati törekvések sokasága ígérte 2010-et megelőzően és azt követő időszakban is, hogy a vidéki népesség számára a kisgazdálkodók, középgazdálkodók és a családi gazdálkodók időszaka jön el. Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban egyértelmű, hogy ezzel ellentétes események történtek. 2015-től elvették a területalapú támogatást az egy hektárnál kisebb gazdaságoktól, amelynek munkaerőigényes része, például ökogazdálkodásra vagy fóliarendszerekre sokkal inkább képesek. Ezzel egy időben egyre több közpénz vándorol az agrártámogatási rendszeren keresztül a milliárdosokhoz. Ahogy 2013-ban, úgy 2014-ben is olyan üzletemberek, mint Nyerges Zsolt, Simicska Lajos, Csányi Sándor és Leiszinger Tamás, illetve érdekeltségébe tartozó cégek, célcsoportok kapták a legtöbb agrártámogatást. Csak Nyerges Zsolt és a hozzáköthető cégcsoportokon keresztül összesen 6 milliárd forintnyi állami mezőgazdasági támogatást szivattyúztak ki a vidéki fejlődésszolgáló kasszából 2014-ben. Hangsúlyozni szeretném, növekedett a nagygazdaságok támogatottsága, és mindezek a vállalkozók, akikről beszélek, és a cégcsoportjaik, növelteni tudták a támogatásaik mértékét 13 és 14 között. Közel 800 millió forinttal többet kaptak, mint a megelőző évben. A Csányi Birodalom szintén 6 milliárd forintnyi közpénzt vágott zsebhez. Nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy hogyan szolgálja ez az agrártámogatási rendszer a kormány szerint, hogy Magyarország kis és közepes gazdálkodók szövetkezeteinek az országa legyen. Hogyan szolgálja ez, hogy a családi gazdálkodók országa legyünk? Hogyan lehet gátat vetni az agrártámogatások törvények és törvénytelen fosztogatásának? Mi a terve a kormánynak a kisgazdaságok élet- és versenyképességének az erősítésére? Mit tesznek annak érdekében, hogy az agrárium foglalkoztató potenciálja magasabb legyen, és azáltal a vidék népesség megtartó ereje növekedjen? Mit tesznek annak érdekében, hogy ne néptelenedjenek el a falvak, ahol a falurombolás még a gyurcsányista időkben megindult? Mit tesz a kormány azért, hogy az uniós támogatások vidéki emberekhez jussanak, és ne agrárbárók kapják a túlnyomó többségét a támogatásoknak? Bizonyára ugye ismert a két tisztelt képviselők előtt az, hogy miközben a közvélemény figyelmét másod-harmadrangú problémákkal foglalják le, az elmúlt időszakban sorra derültek ki adófizetőket milliárdokkal megkárosító agrártámogatási visszaélések. Akár a területalapú támogatások több mint 1,5 milliárd forintnyi jogosulatlan igénylése, akár a gépvásárlási célből kiírt pályázatokkal való visszaélés, akár a játszótér botrányként elhíresült ügyre gondolunk, amelyeket az Európai Csalás elleni Hivatal derített fel, és nem pedig az MVH-ban derült erre fény. Azt kérdeztem a miniszter úrtól, hogy vajon ezek a folyamatok, amelyek ellentétesek attól, amit ígértek, mikor fognak megváltozni, vagy meg fognak-e változni, vagy egyáltalán van-e erre még bármilyen cél. Erre várnék választ. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Az interpellációra Nagy István államtitkár úr válaszol, megadom a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, kedves képviselőtársam! A hazai mezőgazdaság teljesítményének kibocsátásának bűvülése 2010 és 2014 között mennyiségben 23%, míg értékben ez 43% volt. A bruttó hozzáadott érték ugyanezen időszak alatt 56,3%-kal nőtt, az ágazat jövedelmezősége 84,2%-kal emelkedett, a mezőgazdasági munka jövedelmezősége pedig 66,3%-kal magasabb, mint 4 évvel ezelőtt. Az állattenyésztés eredménye 2011 óta dinamikusan javul, melyre 2000 óta nem volt példa, és az állatállomány minden fontos állatfaj esetében örvendetesen emelkedik. A mezőgazdaságban és az élelmiszerfeldolgozásban a foglalkoztatás 2014 végén több mint 60 ezer fő többletet tud felmutatni 2010 elejéhez képest. A kifejezetten piacra termelő egyéni gazdaságok száma pedig 2010 óta 49%-kal nőtt és 165 ezerre emelkedett. Sorolhatnám tovább a pozitív számokat az egyéni gazdaságok jövedelem helyzetének látványos javulásától a társas vállalkozások által elért eredmény erőteljes növekedéséig. Az agrártámogatási rendszerrel szembeni kritikái megfogalmazásakor talán elkerülte a figyelmét, hogy az Európai Unió közös agrárpolitikájának részesei vagyunk, és így sok tekintetben kötött pályán mozgunk. Mindezekkel együtt némiképp túlzásnak érzem az évente kifizetett 6-700 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatással indokolni a vidék nehéz helyzetét. A nagybirtok arányának 20%-ra csökkentése, a kis- és középvállalkozások, családi gazdaságok erősítése deklarált kormányzati cél,
cél, melyet a birtokpolitika és a támogatáspolitika eszközével együtt kívánunk elérni. Nem tudom, hogy értesült-e arról, hogy a tavaly hatályba lépett új földforgalmi törvény jelentősen lecsökkentette az egy személy által használható maximális földterületet, vagy hallott-e a kormány azon döntéséről, mely alapján 2015-től az 1200 hektárt meghaladó földterület után már nem jár az egységes területalapú támogatás. Szintén a mi döntésünk volt, hogy bevezetjük a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszerét, melynek keretében több tízezer őstermelő és néhány hektáron gazdálkodó kisgazdaság jut könnyebben, gyorsabban több támogatáshoz. Ugyancsak megemlíteném a fiatal agrárvállalkozók pályakezdését, megerősítését segítő vidékfejlesztési és területalapú támogatási lehetőségeket, csak úgy, mint azt az örvendetes tényt, hogy az állami nemzeti parki földpályázatoknál a fiatal gazdák, egyéni gazdálkodók az új bérleti rendszer fő haszonélvezői. A támogatási rendszerünknek a mikro, kis és közepes gazdaságok az első számú kedvezményezettjei. Több támogatási jogcímünkben a nagyvállalatok eleve nem is vehetnek részt. Számos hitelprogramunk közül, az agrárszécsényi kártyát példaként említve, a hitelfelvevők döntő többségre mikro és kisvállalkozás, zömében őstermelő, családi gazdálkodó. Nem akarom a számokkal túlzottan terhelni, de ha megenged még egy adatot, az agrártámogatások összességéből a KKV szektor mintegy 92%-ban részesül, így TORZ támogatási rendszerrel kapcsolatos aggodalma teljesen alaptalan. Azon állítása, hogy a 0,3 és 1 hektár közötti területalapú támogatást elvettük a kisebb gazdaságoktól, teljes képtelenség, hiszen ezek eddig sem kaptak ilyen támogatást, csupán az ültetvények esetében tettünk kivételt, de 2015-től az uniós szabályok változása okán már ez nem lehetséges. Viszont számos módon segítjük ezt a gazdálkodói kört abban, hogy a területét növelve életképes birtoktesteket hozhasson létre, és gazdaságát megerősítve biztos megélhetéshez jutassa magát és családját. Az MVH-ban még 2013-ban leleplezett visszaélési kísérlet vonatkozásában elmondhatom, hogy az ön által említett összeg nem került kifizetésre, az elkövetőket letartóztatták, és a NAV bűnügyi főigazgatása az ügyet vádemlési javaslattal átadta a fővárosi főügyességnek. Köszönöm megtisztelő figyelmét, kérem válaszom elfogadását. Megköszönöm államtitkár úr válaszát, tisztelt országgyűlés! Kérdezem, képviselőt, elfogadja az államtitkári választ? Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, rágódás nélkül tudok nemet mondani erre a kérdésre, és anélkül, hogy nagyon el kellene gondolkozni, ugyanis azok a számadatok, amik a termelési növekedés szolgáltatják, pont arról szólnak, csak úgy, mint az állattartó létszám, hogy a nagy gazdaságok tudnak tovább növekedni. Hogyha meg tetszik nézni, a gyepek területet tovább csökken. Az extenzív állattartás, ami foglalkoztatási hatással jár, visszaszorul. A nagy állattartó ágazatok az, amik növekedni tudnak, és a nagy gazdaságok tudnak növekedni. A közös agrárpolitika, amit ön kötött pályának nevez, lehetőséget adna arra, hogy 300 hektártól kezdjük el csökkenteni a támogatást, nem pedig 1000 hektártól. Meg lenne a lehetőség annak, hogy a kicsiket még jobban támogassuk, és még többet adjuk, de erre nem próbálunk megtenni. Ugyanúgy azt lehet mondani, hogy a földforgalmi törvény, ami hivatkozni tetszik volt, ez ugyanúgy a nagygazdáknak kedvez, hiszen az összes elővásárlási rendszerben azoknak segít, akiknek szomszédos földjei vannak, sok helyen van termőföldje, és ebből adódóan nem a kicsik, akiknek 50 hektáros birtok, mondjuk nincs, nem azok tudnak megerősödni. Emiatt nem tudom elfogadni a választ. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés képviselő úr, nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja azt. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 104 igen, 44 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.